hogy mit nevezünk valódi tudásnak. Ugye ez a kérdés, mert az indiánok is tudtak valamit, az is valódi tudás volt, a fennmaradásukat szolgálta, ahhoz képest volt istenük, barátságban éltek a természettel, nem zsákmányolták ki, annyit vettek el, amennyi kellett, legalábbis ezt gondoljuk, hát nyilván voltak itt szélsőségek. De nem mondhatnám, hogy a mongol alföldön az ott élő pásztornépek ennél sokkal magasabb kultúrát képviseltek volna. Hát lehet, hogy a kettőt nem is lehet összehasonlítani. Hát a múltkori beszélgetésünk során ugye fölvázoltam ezt az általam gondolt hármas felosztást, az Isten központú, a természet központú és az ember központú szemléletmódról. És ugye azt mondtam, hogy az Industól nyugati irányba, beleértve ugye az egész Európát is, az az ember központú szellemiségre épül, tehát úgy szemléli a világot, hogy ilyen én központúan. Tehát az emberből indul ki, akinek van istene, akinek van vagyona, tulajdona. De nem egoista, nem individualista, nem úgy, hanem az embert, mint olyan. Csak a központi kérdés számára az ember. És hogy az ember mikor és hogy érzi jól magát, és akkor jönnek a további kérdések, hogy mondhatjuk mi azt, hogy jót és jól. Kazincival. Ugye, kazincival mondhatjuk. Csak akkor felmerül a kérdés, hogy mit tekintünk jónak. Ettől kezdve, vagy innentől már szerintem filozófia. Térjünk ki arra, vagy kanyarodjunk rá arra a ma esti fő témánkra, mert kedves nézőinknek mondom, hogy olyan gazdag a ajkai szó, hogy saját gondolkodó specialistája is van. Igaz, hogy ő juttatás nélkül osztja nekünk az észt, bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát juttatások nélkül beszélgethetünk úgy vele, hogy az általa fölhalmozott kulturális tudást, ha legyek ilyen kicsit szerénytelen a nevedben, lefordítjuk hétköznapra, vagy apró pénzre váltjuk, és hétköznapi beszélgetésé formáljuk, hogy mindenki okulhat belőle, vagy tanulhat, aki akar persze, és aki velünk tart ezen az órán. Ott tartottunk, hogy mit nevezünk ugye igazi tudásnak, hogy hogyan lehet az embert úgy meghatározni, hogy mindenkire érvényes legyen. Tehát mondjuk egy indiára, a 16. századból ne menjünk jobban vissza, vagy egy mongol pásztorra, vagy az Indus völgyében élő, korábban nagyobb kultúrát képviselő, de azért nyilván a töredékevén mindig létező kultúrát képviselő embernek a tudása. Hogyan lehet ezt összevetni egyáltalán? Hát mondjuk így, hogy vallásbölcsleti kritika nélkül, hadd mondjam azt, hogy az elgondolkodtató számomra, hogy van egy uralkodó, hát mondjuk így, hogy vallás, nevezhetnénk ezt szellemiségnek is, gondolatiságnak, stb., vagy világképnek is. Ugye mondjuk maradva Európában, az európai uralkodó gondolat az elfogadja ugye a zsidó-keresztény, mondjuk így hitvallást, ami azt mondja, hogy most durván az ember 6000 éve lett teremtve. És amikor találunk 12000 éves civilizáció nyomokat, vagy 10000 éves, és akkor ne is menjünk messzebbre, akkor azért el kell gondolkodni azon, hogy most az a tudás, ami azt mondja, hogy mi emberek 6000 éve létezünk, akkor kik voltak azok, akik mondjuk 8000 éve léteztek, és várakat, meg házakat, meg nem tudom, gazdaságot építettek. De nem is ez a lényeg, mert azt mondtam, hogy nem kritikát akarok én gyakorolni, hanem a kérdésedre reagálva, most gyökérzettől függetlenül nevezzük úgy, és ezt alkalmaznám, hogy én azt a kifejezést használom, hogy ősbölcselet. Most az ősbölcselet, én tudom, hogy azt én hova teszem. Mit értsünk ez alatt? Más-más hova teszi. Az, hogy egyfelől egy régi, hát nyilván az ős ugye az a régire utal, a bölcselet az pedig, hát mondják úgy is, hogy filozófia. Tehát amikor az ember megpróbál elvonatkoztatni a hétköznapi minden gondjaitól, problémáitól, kihívásaitól, és próbál egy kicsit fölébe emelkedni azzal,
hogy olyan kérdéseket boncolgat, amik örök kérdések, hát ilyen örök kérdés például az élet. Aztán vannak már ilyen fogalmi kifejezések, amik más emberekben mást és mást váltanak ki, hogy szeretet, boldogság, szerelem. Hát hogy tudjuk ezt megfogalmazni? Igen, hát ezzel mondjuk otthon is egy konyhaszéken ülve elgondolkodhatunk, hogy mit értünk alatt, és gondolom elég meglepő eredményre fogunk jutni, mikor rájövünk bizonyos dolgokra, hogy hát tényleg, hozzuk nyugodt gondolom a hétköznapi példákat, amik ebbe a fogalomkörbe tartoznak, de egyszer csak letisztul a kép, és talán megfogalmazódik egy általános. Hadd mondjak egy saját megközelítést, amivel másnál még nem találkoztam, illetve kicsit fájlalom azt is, hogy nagyon sok, mondjuk így akár filozófiai írásosság is, azt, írásosságból azt tekintik ugye rangosnak, aminek hatalmas nagy hivatkozási állománya van. Tehát visszahivatkozik rengeteg gondolkodónak, a rengeteg gondolatára. A tudományos életben is egyébként. Hát én a tudományos életre gondolok, ja, igen, de attól, hogy százan mondanak valamifélét, nem ugyanazt, valamifélét, abból azt mondani, hogy az azért igaz az a gondolat, mert már százan elmondták, ezt még nem tudjuk. Erre mondta azt az egyik gondolkodó, hogy egyrészt 10 milliárd légy nem tévedhet. Tehát én is gyakran találkozom olyan gondolatisággal, hogy mert sokan állítják, biztosan igaz. De gondoljunk bele a gyökerekbe az eredetére, és ki fog derülni, hogy nem 10 milliárd embernek van igaza, vagy 8-nak, vagy 6-nak, hanem 3-nak. Mondjuk ezeket először megégetik, vagy fölnégyelik, vagy, és akkor később jön rá a többség, hogy hát tényleg igaza volt. Tényleg forog a föld, tényleg gömb alakú, tényleg nem a föld a világ középpontja. Hát meg látható ugye, hogy régen volt egy földközpontú világszemlélet, volt lapos földszemlélet, és lapos most is, és ma is fölébred a lapos földszemlélet. Sőt, egy fotót is látta, hogy a NASA kiszivárgtatott egy fotót, a Holdról készült, és egy lapos föld látszik rajta, de hát ez nyilván egy... Na maradva egy pillanatra annál, ami nyilván én nem akarok senkit megbotránkoztatni, de lehet, hogy lesz olyan, aki azt mondja, hogy hát ez botrányos ilyet mondani, hogy mondjuk vessük össze a szeretet és a szerelem kérdést, mert van olyan gondolatkör is, ahol ezt teszik a legmagasabb, mondjuk így emberi szintre. Most az én tanulmányaim és következtetéseim során arra jutottam, hogy a valódi szeretet három lábon áll most mondjuk így, és illetve van egy negyedik lába is. Az első az, hogy a szeretetnek azt tekinthetjük, ami elvárás nélküli. A második fordulata, hogy adó, örökkön adó. Hogy csak ad, ad és ad. Ez a majom szeretet. És önzetlenül. És önzetlenül. Hívhatjuk ezt majom szeretetnek is, mert ugye az anyákra is szokták mondani, hogy majom szeretettel szereti a gyermekét, holott valóban az egy az a szegmense, hogy a gyermekét feltétel nélkül adóként imádja, az eddig rendben van, csak van egy harmadik fordulat is, a részrehajlás nélküliség. Na most ez ugye az egy anyai szeretetben nem található, hát pont a gyermekére. Kizárásos alapon ez nem működik. Tehát van a elvárás nélküliség, van az adás és a részrehajlás nélküliség, vagy egyénválogatás nélküliség, illetve, hogy ez a három körülmény egy időben nyilvánuljon meg. Tehát nem, hogy egyszer elvárás nélküli vagyok, máskor adok, de éppen elvárással, harmadsorban, hogy stb. Tehát magyarán ezt gondolom én valódi szeretetnek. És akkor mindig fölmerül, és engem zavar is, hogy főleg ezekben a mindenféle amerikai filmekben annyira koptatják a szeretet szót, hogy szülő elválik reggel a gyermekétől az iskolába, és azt mondja, hogy szeretlek, meg itt talál, tehát örökké a egyébként szeretet. Egyébként az angol szászok mentségére mondva, én úgy tudom, hogy ugyanazt a szót használják, a szeretet és a szerelem. Igen, 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 ez a love, az a ugye love, szeretet, ez sok szerelem. Jelent. Na most ha áttérünk ugye a szerelemre, akkor az hogy le? A szeretet? Nem, a szerelem. A szerelemre mondhatjuk, hogy elvárás nélküli? Hát ha én szerelmes vagyok valakiben, legalább vágyom arra, hogy ez az féltékeny illető, is lehetek. Hogy ez az illető viszont szeressen. Persze, hogy adok a szerelmemnek, de szeretném, ha kapnék is tőle valamit.
És hát az meg nem tagadható, hogy az... Kimondatlanul nyilván. Nem tagadható, hogy az egyén válogató, hiszen a szerelmem alanyára irányul. Tehát mondhatnám azt, hogy a szeretet és a szerelem mintha egymásnak az ellentéte volna. És erre még nem írtam meg annak a közösségnek, ahol ez egy kardinális kérdés. Ez egy szekta? Egy szellemi irányzat, rossz mondjuk. Egy szellemi irányzat. Igen. Mondjam azt, hogy ha ezt a kettőt egymáshoz vetítjük, akkor én arra jutottam, hogy ez a kettő dolog, mármint a szeretet és a szerelem, kioltja egymást. Hoppá. És ha kioltja egymást, hát ugye találkozik a elvárás nélküli az elváróval, az adó a kapni kívánóval, a részrehajlás nélküli a egyén válogatóval, akkor gyakorlatilag kioltják egymást, elnézést, a végeredmény nulla. Na most ez, hogy egy gyakorlati példát hozzunk, azt mondják, hogy férfi és nő között nem létezik barátság. Igen, mondanak ilyet. Amiben valószínűleg ezt van is... Ezt ugyanígy lehet gondolni akkor? Van is sok igazság. A múltkor egy ilyen, mi ez, valami TikTok, vagy valamilyen láttam, fiúk, lányok beszélgettek erről a témáról, és az egyik fiú töredemesen bevallotta, hogy ez ilyen nincs, tehát fiú és lány között igaz barátság nincs, mert hogyha egy fiú és egy lány kettesbe marad, akkor a fiúnak óhatatlanul eszébe jut, hogy valamit lehetne csinálni. A fiúnak. A fiúnak. A lány által. Nem a lánynak, nem. Hát ezt fiú mondta. Ne legyünk ásos keresztények, de igen. Ezt fiú mondta, tehát ő magáról beszélt. A hölgyek hallgattak. Fogadjuk el. A lányok hallgattak. Sejtemesen. Ebbe a kérdésbe. De hát azért, hogy ne tévedjünk el annyira, ugye a kérdésed onnan indult, hogy egyáltalán hogyan tudnánk, hát mondjuk így, hogy ilyen olyan egyetemes megközelítés, ugye nem a katolikus egyetemleges, mert ha jól tudom, a katolikus azt jelenti, hogy egyetemleges. Azt hiszem, nem vagyok jó görögből, de valami, lehet, hogy arámiból. Igen. Na, de nem erre gondolok én, hogy így legyünk egyetemlegesek, hanem ugyanarról a kérdésről ugyanazt gondoljuk. És erről már volt említés, hogy nagy baja az emberiségnek, az emberi gondolkodásnak, meg emberi kapcsolatoknak, hogy beszélünk, ahogy én is itt szószátjárkodok, de nem tudom, hogy például te, vagy a néző, hallgató az én egyes szavaim alatt mit ért. Plusz a verbális kommunikációnak kutatások szerint 40% a hatásfoka, tehát még ha akarom, akkor se értem pontosan, amit te gondolsz. Én is gondolok valamit, aztán szerencsés esetben ez a kettő persze találkozik. Én szoktam idézni, nem azért, mert mondjuk így, hogy a szívem csücske volna, de számomra a Tornyán Jóska bácsi egy ilyen színfolt volt. A színfoltba ebbe ez színfolt. És én az ő szájából hallottam, amikor mondta egyszer, hogy kedves szerkesztő úr, ne haragudjon, én nem a maga fejével gondolkodom. Mert ugye a szerkesztő nem akarta megérteni, hogy Jóska bácsi mit beszél. Igen. És ő meg azt mondta, hogy ne haragudjon, én nem a maga fejével nagyon gondolkodom. Nagyon eltalálta a dolgot. Tehát, amikor beszélgetünk, eszmecserét folytatunk, netán vitatkozunk, akkor legelső pont az volna, hogy először, mondjuk így, hogy terítsük ki a lapjainkat, hogy mit gondolunk az alatt. Igen, ez nyilván kell egy bizonyos időt rászánni az előkészítésre, hát az mert különben elkezdhetünk vitatkozni, csak nem vezet majd semmire. Ilyen hát kicsit egyetemleges és a szeretett szó lejáratottságához hasonló a magyar közbeszédbe, például, hogy jobbos vagy balos, vagy jobboldali vagy baloldali. Igen, bár értelmes emberek mostanában felvetik, hogy meg kéne szüntetni ezeket a kategorizálásokat és más mentén újraépíteni az ilyen közbeszédet, mert az, hogy balos, az negatív felhangú, nem, ráadásul sokszor nem is igazán lehet ráhúzni egyes emberekre, vagy csoportokra, hogy most balos gondolkodások, mert csak mondjuk humanisták. De nincs, mondjuk, de nincs megfogalmazva, hogy mit értesz az alatt, hogy te jobboldali gondolkodó. Igen, de mindenki vagy, érti, te ugye? Baloldali gondolkodó. Mi fajtánk, vagy teszi. Nem a mi fajtánk. Mi kutyánk kölke, vagy igen, nem. Igen. Én... A múltkori beszélgetésünkben is felvetettem ezt, ami nem vesző paripám nekem, de elfogadom ezt a verziót, hogy van az agyfélteke, meg a jobb, a bal agyfélteke, meg a jobb agyfélteke, és a két agyfélteke nem pontosan ugyanúgy dolgozza fel az információkat, stb. És ha innen közelítem meg, hogy azt mondják valakire, hogy te balos vagy, akkor tegyük fel, hogy ő bal agyfélteke és gondolkodású, amire nagyon egyszerűen, vagy nagyon röviden azt lehet mondani, hogy ilyen értelem alapú, értelem megközelítésű. Ha valakire meg azt mondják, hogy jobbos... Ezek a jobbkezesek.
az meg jobb agyféltekés gondolkodás, amit Érzelmek az vezér. Érzelem vezérel. Ők a balos, balkezesek. És látjuk azt valóban, hogy a emberiség régóta és ma is könnyebben kezelhető érzelmi alapon. Mert hogy értelmi alapra akkor helyezkedhetünk, hogyha van megfelelő értelem. De ha nincs megfelelő értelem, most nem bántom én akár a kisgyerekeket, de egy óvodába hiába megy be egy egyetemista matematikus és mesél a matematika szépségeiről az óvisoknak, esetleg tátott szájjal nézik, de fogalmuk nincs, hogy miről beszél ez a bácsi. Tehát ilyen szempontból az értelemnek ott volna a helye, hogyha azt valóságosan gyakorolnánk. Hát erre egyre kevesebb az esély a közoktatási állapotát. Hát most maradhat, vagy vehetnénk, nem akarok, vehetnénk de, az oktatást de akarok is. Politizálni. Politizálhatunk is, meg a oktatásról is beszélhetünk, de a lényeg az volna, hogy ha azt mondjuk, hogy balos, akkor mi nem a baloldalinak nevezett tömörülésekre, én nem azokra gondolok. Nem Marx, Engels, Lenin, hanem azokra gondolok, akiket az értelem vezérel. Tehát megfontolva, meggondolva, utána járva, utána nézve, sajnos erre manapság nincs idő. Tehát azáltal, hogy mi így fölpörgettük, én még emlékszem arra az időre, nem volt olyan nagyon régen, szerintem te is teljesen jól emlékszel rá, amikor megkezdődött az úgynevezett kábeltévés időszak. Ajaj. És akkor azt mondták, hogy hú, ez lesz majd a csoda, mert minden faluban, minden városban lesz helyi kábel tévé, és minden helyi lakos kapcsolatban lehet mindenkivel, és ez nagyon jó lesz, és micsoda boldogság, és nem jött el a boldogság. Nem. Sőt, előjött olyan, hogy napról napra változtak ezek a kis magáncsatornák. Igen, hát magánkézbe kerültek, hogy észrevett a politika, a helyi politika, ezt ki lehet használni propagandára is, tehát számtalan ágaboga. Hajdanában, amikor még színesebb volt a paletta, akkor én szoktam olyan próbálkozást tenni, most nevén nevezem, hogy megnéztem a ATV híreket, megnéztem a Hír TV híreket, megnéztem az Echo TV híreket, és a háromat megpróbáltam valahogy földolgozni. Aztán hol passzoltak, hol nem passzoltak. Igen, végül is nem ez volt a meghatározó, hogy te milyen ember vagy, és milyen szűrőn engeded át. Szóval egyszer annak is száz a vége. Híreket. Azt hiszem, hogy akkor tudnánk hasznosan, értelmesen egymással szóba állni, hogyha tudnánk, hogy ez az illető, hát most mondjuk így, hogy hol tart szellemiekbe. Tehát én hiába mesélek róla az atomfizikáról, hogyha ő arra... Igen, nem vevő. Nem vevő. Nem is érdekli, igen, nem az is tud róla. Igen, az információ elméletben is ugye egy fontos kitéte, hogy az információ, akkor információ, van egy adó, van egy vevő, és van egy közvetítő közeg. Most ha a vevő alkalmatlan például az adott információ befogadására, akkor nincs információ átadás, akkor elolvása, meg érdektelenség van, meg esetleg veszekedés. Nem régen jutott eszembe, hogy ha azt mondom, hogy egy gyermektől nem várhatom el, hogy ne gyerekeskedjen. Hát már ő gyerekeskedni tud. Tehát magyarán, hogyha én beszélgetek embertársammal, és embertársam nem vevő az én mondandómra, nem azért, mert nem kíváncsi rá, hanem fogalma nincs róla, hogy én miről beszélek. Igen. Jártam én úgy, hogy írtam egy szakirodalmat, és annak a bevezető részébe, ez egy építőipari szakanyag volt, bevezetőben megpróbáltam összegezni ennek a dolognak a lényegét. Na hát ebből az lett, hogy lett egy olyan hosszú mondat, amiben csak a vesszők szaporodtak, a pont meg már csak a sehol. Tizedik sor után kerül sorra, és akkor ez egy ilyen munkacsoportba felolvastam, hogy kollégák, én ezt gondoltam bevezető gondolatiságnak, és akkor lassan, tagoltan felolvastam. Ámulva hallgatták a kollégák, és az egyik megjegyezte, hogy Béla, ez tökéletes. Csak egy szót nem lehet belőle érteni. Igen. Tehát magyarán minden benne volt, persze. És mégse lehetett vele mit volt kezdeni. Néha, vagy van néha ötletem, vagy gondolatom, hogy egy regény tulajdonképpen azért írnak meg, hogy részletesen elmagyarázzák, hogy mi történt, mert egy mondatban is össze lehet foglalni, hogy sőt, na jó, ez egy kitérő, ezt hagyjuk most.
De abból indultunk ki, ugye, hogy volna a vezérfonal a mi beszélgetésünknek, a jót s jól. Igen. És amikor én rákerestem, mert első gondolatom az volt, hogy ezt József Attila írta, aztán kiderült, akár hogy írhatta volna, de ez régen. Kazinczy Ferenc írta, ugye elég gondolat. Régen. Már több mint 200 éve írta. Ez is nagyon tömör. Több mint 200 éve írta. Regényt lehetne írni. És két sorból áll az egész. Igen. És ugye azt mondja, hogy jót s jól, ebben áll a nagy titok. Tehát ugye az a nagy titok, hogy mit csináljunk, ami jó, és azt hogy csináljuk, hogy ez jó legyen. Na de van egy folytatása is neki, hogyha valaki ezt nem érti, akkor hagyja. Menjen szántan is menjen vetni. Ez egy kicsit, hogy is dehonestáló, de... Na de csak első megközelítés. De igen, a lényeg az, hogy viszont lesznek mindig, akik gondolkodnak majd helyette is, vagy érte is, na mindegy. Ami miatt én ide hívtalak, most lassan elő kéne jönni vele, hogy mi volt az alap ötletem, az bánt ugyanis engem, hogy a Magyarország, az ország, meg hát sok társadalom megosztott. Mondjuk nálunk ezen dolgozik a kormány is, hogy így legyen. Nyilván ennek vannak számára előnyei, sőt a rómaiak kitálták, hogy oszd meg és uralkodj, hogy ugye nem újdonság. Divide et impera. Ez működik, mióta világ a világ, de hogy ez ellen is kéne lenni valamilyen folyamatnak, vagy eszköznek, itt a hétköznapok emberek oldaláról gondolom én ezt, hogy ha leülök beszélgetni valakivel, na jó, legyünk szórakoztatók egy kocsmában, mindegy, hogy hol, akár egy parkban is leültek, de hát milyen szituáció, ugye megszújtok valakit, hogy üljtsek ide, majd mondok valamit. Tehát ha sikerül valakivel beszédbe elegyednem, akinek mondjuk a világlátása, meg a háttér információja egészen más, mint nekem, és mások a tervei a jövőjéről is, akkor hogyan tudom úgy megszólítani, vagy úgy alakítani a beszélgetést, hogy azért valamit megérezzen abból, amit én gondolok. Tehát ugye a vitára azt szokták mondani, hogy csak arra jó, hogy az ember ellenségeket szerezze magának, egyébként semmi értelme az egésznek. Tehát hogy lehet úgy vitatkozni, vagy inkább beszélgetni emberekkel, hogy felterrek egymás előtt a lapjaikat, és az egyik azt mondja a végén, hogy hát sok mindenben igazad van, ezen túl másképp látom én is ezt a dolgot, hogy létezik-e mondjuk egy olyan módszer, vagy megközelítés, hogy ezt én a hétköznapokban tudjam alkalmazni. Hát mikor két ember, mondjuk így nagy szavakkal él, vagy eszmét vált, erre van az is ugye, hogy bementem a főnökömhöz a véleményemmel, bementem az én véleményem, és kijöttem az övével. Igen. Most ez nem ugyanez, de mikor két másképpen gondolkodó ember, teszem azt, nem jut most jobb szó, ha van rá szinonémád, mondd meg, légy szíves, hogy konszenzusra jut. Jó, ez jó. Mondjuk. Vagy kompromisszumot igen. Köt. Az számomra azt jelenti, hogy egyiknek sincs igaza. Mert mindegyik engedett a magáéból. Igen, ez a kompromisszum lényege, hogy senkinek nincs igaza. Holott azért az eszményített nemes cél, ugye az igazság, a valódi tudás és a többi. Na most arra kanyarodva, hogy te hogy tudsz azzal az illetővel beszélni, akinek kíváncsi vagy a véleményére, egyfelől ugye össze kéne egyeztetni. És fönnáll veszi, hogy ő győz meg engem, persze, de az is lehet, kockáztassuk meg. Az is lehet, csak ugye tételezzük föl, hogy te tudod, hogy te hol állsz gondolkodásba. Te nem tudod, hogy a riportalany hol áll gondolkodásba. Józsi bácsi magának mi a véleménye? Hát nyilván próbálok ráhangolódni azért. Igen, igen, csak ugye ahhoz, hogy közelítsünk az igazsághoz, a valódi tudáshoz, ahhoz jó lenne, hogyha két fél körülbelül azonos módon viszonyulna hozzá. Erre én most szándékosan nem nevezem meg azt a kultúrkört, hanem maradjunk abba a kifejezésmódba, hogy ősbölcselet, vagy ősi bölcsesség, az azt mondja, hogy az emberek jellege négyféle. Négyféle emberi jelleget sorol föl, azt mondja, hogy van olyan, aki leginkább gondolkodó jellegű, van olyan, aki uralkodó jellegű, van olyan, aki nyerészkedő jellegű, és van olyan, aki élvezkedő. Ebből, amikor én ezt el szoktam mondani bárkinek vagy barátaimnak, mindig a nyerészkedőn szoktak egy kicsit rugózni, hogy az olyan lekicsinlő. És az én paraszti származású vagyok a szüleim, és főleg a nagyszüleim révén,
akik a nyerészkedő kategóriába tartoznak. De a nyerészkedő az nem csak azt jelenti, ez hogy, nem tisztelik meg egy ember, hogy én adok neked kölcsönpénzt, és nyereséggel akarom visszavárni, hanem mondjuk az a gazdálkodó felszántja azt a földet, ami az övé, mondjuk, abba beleteszi a magot, és imádkozik Istenhez, hogy legyen eső, elég meleg igen. legyen, ne verje el a jég, stb. De ez nem elítélendő dolog nyilván. Oké, csak ugye mit tesz hozzá ahhoz a búzamaghoz, a munkáján túlmenően? Hát tulajdonképpen a talajt ugye nem ő adta, a vizet nem ő adja, a napot nem ő adja. Kvázi nyerészkedik, hát most nevezzük nagy szavakkal, földanya kegyeivel, hogy abból a magból majd gabona lesz, amiből mi tudunk lisztet, kenyeret és etőt. Nem akarunk Marxig visszamenni, hogy termelőeszköz. Tehát azért mondom, hogy van ez a négy emberi jelleg. Ja. De az ősi bölcselet belátta, hogy ez volt valamikor elég tisztán néhány személynél, de manapság, és már jó ideje, ezek keveredetten. Tehát nem mondhatjuk senkire azt, hogy egy tisztán, egy gondolkodó típusú szellemi ember, nem mondhatjuk tisztán, hogy egy uralkodó, aki mondjuk alkalmas is. Tehát nem pusztán hatalomra tör, hanem alkalmas is annak a hatalomnak a gyakorlására. Aztán van az élvezkedő, ahogy a nyerészkedő, amit említettem, illetve hát az élvezkedő. Most tehetünk egy kis kitérőt, hogy ugye szoktuk mondani, és én szoktam, hogy nincs olyan rosszabb, mintha a tehetségtelenség szorgalommal párosul. Hogyne. Tehát itt is vannak olyan párosítások, gondolom, meg hát más is megjelenik mellette, de a uralkodó jegyekben, hogyha valaki mondjuk gondolkodó és élvezkedő, igen, ez egy ilyen kombináció, hát nem régen hallottam én, hogy ugye Nietzsének sok minden magas filozófiai okfejtést tulajdonítanak, meg a filozófia történet is magas polcra teszi, és akkor megjegyzi, hogy mellesleg szifiliszbe halt meg. Tehát jó, lehet, hogy ez csak egy ilyen népbetegség igen, volt akkoriban. Lehet, persze. Lehet ez, meg hogy... ő mondta, hogy Isten halott, vagy ilyeneket. Igen, van egy ilyen falfirka, hát, hogy Isten halott, aláírva Nietzsche. Alatta Nietzsche halott, aláírva Isten. Ez biztos, hogy Nietzsche halott. Igen. Az, hogy Isten halott-e vagy azt sem, azt még nem tudjuk. Sikerült. Tehát magyarán ez a négy emberi jelleg keveredik bennünk, és attól függően, hogy melyik a domináns, de ezt lehetne úgy is mondani, hogy pillanatnyilag melyik, ugye az előbb utaltam erre, ráadás, hogy a fiúk meg a lányok beszélgetnek, tényező. És akkor a barátság ugye fölmerül, és teljesen más ez a szituáció, amikor van egy haveri társaság, és ott vannak fiúk is, lányok is, és ott vidáman pecsegnek, csevegnek, egészen más, mint amikor kettesben maradnak, egy intim kettesben egy fiú meg egy lány, egy hímivarú és egy nőivarú. Igen. Akkor valahogy nem a szellemi sík kezd dominálni. Lehet, hogy az uralkodás is, lehet, hogy a nyerészkedés is, de leginkább az élvezkedés merül föl, hogy ugyan mit tudnánk egymással kezdeni. Tehát nagyon figyeljünk a különböző szituációban, és most mi van? Mikor, hol, mikor, hogyan? Mi a domináns a kapcsolatban? Hol, mikor és ugye? Hogyan? Itt a másik, amit tudnánk. Tehát magyarán, hogyha nemrégen tudtam meg, hogy egyik nagyon kedves szívbéli barátom, ő tulajdonképpen uralkodó jellegű meghatározóan. Ő mindig sportember volt, aktív, nyüzsgő, máig is sporttól kapcsolatos dolgai vállalkozása van. Tehát rá kellett jönnöm, hogy ő nem lehetett egy igazi szellemi ember, ami nem ostoba ő, csak az ő motivációját a küzdés adja. A győzelem, a hatalom, hát eleve a sport most miről szól, legyen az... További pszichológiai fogalmakkal is kiegészíthetnénk, ez például narcisztikus is lehet egy picit az illető. De a lényeg az, de az hogy alapfogalmakat tekintve, ez a négy emberi jelleg keveredik bennünk, és kiben, mikor, melyik jut érvényre, vagy magasabb érvényesítő érdekre, képességre, azt fogja meghatározni, hogy hogyan viszonyulunk például egy beszélgetésbe a kérdéshez. Na most, ha egy beszélgetésre sor kerül, és néhány szót váltunk, eldönthető-e, hogy a beszélgető partnerünk vajon melyik kategóriába sorolható? Hát és ezen a vonalon tovább haladva közelíthetünk a lelkéhez, nem? Így nem.
Akkor... Tehát ha valaki nyerészkedő, akkor megpengetünk neki olyan lehetőséget, vagy olyan érveket, amik az ő fogalom világában dominása. Szerintem ehhez egy hosszabb együttlétet, például mondjuk valakik osztálytársak mondjuk 4 évig a középiskolával, és akkor sokszor együtt vannak, sokszor tapasztalnak együtt dolgokat, látják egymás reakcióit, abból már lehet következtetés levonni. De az, hogy most találkozom két emberrel, és meg akarom állapítani, ez nehéz, nehéz dolog. Hát lehet ezen egy ilyen kis tréfás, mi ez, horoszkóp, vagy mivel, amit én összeállítottam, lehet vele közelíteni, hogy most megtudjuk magunkról, mert akkor lennénk őszinténk, ha magunkkal szembe őszinték lennénk, és belátnánk azt, hogy hát én nagyon szeretnék mondjuk egy gondolkodó, egy magas szinten elmélkedő valaki lenni, De hát az én természetem az inkább ilyen nyerészkedőféle, jobb szeretem a biztonságot. Most belekapaszkodik ebbe a fél mondatodba, hogy készítettél egy ilyen horoszkóp? Hát mondjuk egy ilyen vagy kis... Vagy egy tesztlapot? Egy ilyen kis játékos tesztlapot, az ember eldöntheti magáról, amit ha kitöltene az egyén, őszintén magába nézve, akkor közelebb jutna ahhoz, hogy ő benne melyik az uralkodó jel. Ha úgy gondolod, akkor bevághatjuk ezt a nézők vagy számára. Vagy akár esetleg az újságban is megjelent. Vagy akár az újságban is. Játszásiból. Játszásiból, igen. Az egyik lap, ez egy kvázi üres lap, és akkor mellette van egy kitöltést segítő másik oldal. Igen. És akkor mindenki maga megjelölheti, hogy a különböző körülmények között, különböző viszonyokra ő hogyan reagál. És ha így reagál, akkor ő mondjuk élvezkedő inkább, vagy inkább uralkodó inkább, és a többi. Ez az önismeretét lehetne igen. javítani, és ne adj Isten az önbizalmát. Na most például ez a kedves barátom, aki aktív sportoló évtizedek óta, mondhatom 60 évek körülbelül, ő... Velem folytatott beszélgetés során rádöbbent arra, hogy ő valójában tényleg ő egy ilyen küzdő, uralkodó típusú ember. Hát egy sportoló, most mindegy, hogy melyik sportágat nézzük, arról szokott szólni, hogy vagy két személy, vagy két csapat összeméri az erejét, és akkor mindegyik arra törekszik, hogy az ő dominanciája jusson érvényre. Hát győzni akar. Igen. Hát ez egy nem elítélhető, nem elítélendő dolog. Egy szomorúság van benne, hogy a vesztes az szomorú. Amíg a boldog ugye a győztes, addig a vesztes meg szomorkodik. De hát ilyenkor szokott az jönni, hogy na akkor legyen visszavágó. Én tudom, hogy hozzád és ajkaiak sokaságának is nagyon kedves sportág a sakk. Úgy is, ne. És volt egy olyan történet, amikor az egyik munkahelyemen ilyen házi bajnokságot rendeztek, és hát akkor én nem vagyok jártas benne, tudok sakkozni, de nem különösebben magas szinten, és ott úgy volt, hogy első táblás, második táblás, harmadik táblás, és akkor mindegyik csapatban volt ugye első, második, harmadik táblás. És akkor én harmadik táblásnak bekerültem a csapatba, mert nem volt jobb, és volt egy olyan csapat és ellenfél, akiről tudtam, hogy ő nagyon jól sakkozik, és ők már huncutkodtak, hogy őt direkt a harmadik táblára tették. Van, hogy fordított felállásba játszik egy csapat. Hogy mindegyiket megnyerje, és akkor az több pontot ér. Igen. Na, ővele kerültem össze az első játszmába. Játszmának mondják? Hogy igen. Partinak? Igen. Játszma. Játszma, igen. És megvertem. Legyőztem. Valószínű, hogy ő nagyon magas lóról indult, igen. És lenézett engem, és elnézett esetleg több lépést, és megvertem. Tönkrement. Annyira fölidegesítette magát, hogy a következő mérkőzését is elvesztette. És azt hiszem a harmadikat talán megnyerte, de a 3 biztos pontból csak egyet szerzett. És akkor ugye vége lett ennek a kis tornának, ő még mindig dúlt, fúlt magába, és akkor mondta, hogy visszavágott. Mondom, ne haragudj, játszottunk, legyőztelek, ne nincs visszavágó. Igen. Tehát galád módon megtagadtam tőle, mert tudtam, hogy 10-ből 9-szer megver, vagy 100-ból 95-szer. Igen, egyszer én is középiskoláskoromban játszottam, hogy nálam sokkal erősebb sakkozó, városi sakkbajnokságon játszott, én meg tök amatőr voltam, és véletlenül megvertem. Igen, így jártam én is. Úgy voltam vele, mint valaki, aki nagy emberrel fog kezet, hogy egy hétig akkor nem mosok kezet. Én meg voltam... Visszavágó nincsen. Voltam olyan galát, hogy nem biztosítottam neki a visszavágót. Olyan. Most ez nem korrekt, és nem, korrekt. Nem egy sportszerű dolog. Bocsánatot kérek, János. De viszont
arra alkalmas lehet, vagy lehetett, hogy fölhívta a figyelmét a partnernek, hogy hoppá-hoppá, azért ne nézzük le a versenytársait. Igen, a sakkéként önmagában is jó jellemformálni, rájöttem, ha valaki mondjuk a Chess.com feladványokat old meg, és hát igazságtalanság történik vele, legalábbis úgy érzi, hogy ez nem is ez volt a megoldás, én tudtam volna egy jobbat. Tessék. És le kell nyelni, mert nem tudsz visszadumálni, hanem mész tovább előre, és megint igazságtalanságot érzel, aztán kicsit rájössz, hogy nem volt az, mert elemzed a dolgokat, és egyszer csak úgy érzed, hogy nem bánod azt, hogy valami történt esetleg, valami negatív veled, mert ez megerősített. És túl tudsz lépni rajta, és más szemszögből nézel a dolgokat. Én például nem azt nézem, hogy van mit 1500 pontom, 1800 pontom, és akkor abból levon tized, mert valamit rosszul oldottam meg, hanem azt mondom, hogy ez bónusz volt, van 1800 bónusz pontom, és ennek a felhasználásával én tanulhatok. Ezek fogytak, de én közben tanulok. Igen. Tehát így is volt ugye ez a négy jelleg, és ez a négy jelleg, most egy pillanatra maradva, ugye minden hasonlat sántít, de a sportba is átültethetjük, hogy valaki melyik sportákhoz vonzódik, melyiket gyakorolja. Mert azért más típusú, mit tudom én, egy kézilabdázó, más típusú egy sakkozó, más típusú, mit tudom én, egy lovagló, más típusú egy triatlon gyakorló. Tehát különböző emberek, egyszerűen egy ilyen elektronikus vagy fórumon felvetettem, hogy írja meg mindenki azt a három sportágat, amelyikhez vonzódik. Nem amelyiket gyakorolja, hanem amelyiket szívesen nézi, ahol igen, szívesen szurkol. És én mindjárt megelőlegezendő, meg is írtam, hogy én szeretem a motocrossot, a K1-es küzdősportot, és nem is tudom, mit írtam harmadiknak, de az is ilyen Forma 1-es. Szóval mindegyik ilyen megbotránkoztató volt azok számára, akik eredendően úgy gondolták rólam is, meg magukról is, hogy ilyen szellemi beállítottságú emberek vagyunk. És akkor volt, aki visszajött, hogy ne viccelődj. Ja. De nem hitték el. Lebukás. Más kérdés, hogy telt múlt az idő, és ma már nem nézek K1-et, ma már nem vagyok oda a motocrossért, stb. Tehát ebbe beletartozik, ugye volt a négy emberi jelleg, és van egy másik az ősi gondolkodó, uralkodó, nyerészkedő, élvezkedő. Igen, vannak ezek az emberi jellegek, ezek vele születettek. Tehát ez velünk születik, amit mi tudunk irányítani, tudunk befolyásolni, de eredendően velünk születik. Hogy eltitkolni. Hát most bemegyünk egy újszülött osztályra, ott van egy rakás újszülött csecsemő, és ahány annyiféleképpen viselkedik. És akkor nem értjük, hogy ez néz, ez ilyen okosan néz, az meg ordít, az meg alszik. Tehát már akkor bennünk föl lehetne vélni ezzel, vagy föl lehetne fedezni ezeket, de majd ezt a kis játékos, mi ezt, tesztet, ha közreadjuk, és a kedves olvasó, látogató, hallgató kitölti, akkor jut valamire magával kapcsolatosan, hogy ő most hogy is néz ki.